Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Március 26-a péntek van, ezek a Győr Plus Televízió legfrissebb hírei. Április 19-én újra nyithatnak az iskolák, de előtte beoltják a tanárokat. A kormány továbbra is számol az érettségivel, május elején írásbeli, június elején szóbeli vizsgák lesznek. Május 20-áig rendelkezhetnek a magánszemélyek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról. Az adózók többsége gyerekeket segítő és állatokkal foglalkozó szervezeteket támogat szívesen. Vasárnap óraátállítás lesz, egy órával előre tekerjük a mutatót és áttérünk a nyári időszámításra. Korábban úgy tűnt, ez lehet az utolsó óraállítás, de erre már egyre kevesebb az esély. Nem az a kérdés, mikor érjük el a harmadik hullám csúcsát, hanem hogy mikor indulunk el lefele az úgynevezett platóról. Ezt mondta a miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújában. Orbán Viktor hangsúlyozta, a harmadik hullám azért van, mert meghatározóvá vált a brit mutáns. Ez fertőz Európában, és háromszor annyi embert képes megfertőzni, mint a korábbi. Ráadásul a fiatalabbakat is támadja. A miniszterelnök hangsúlyozta, nincs benne kétség, hogy itthon a nyár már szabad lesz. Ehhez azonban az kell, hogy április-májusban másfélszer annyit tudjunk oltani, mint márciusban. Április-májusban másfélszer annyit tudunk oltani, mint márciusban tudtunk. Ekkor lesz a legtöbb vakcinánk májusban, és májusban legalább annyi keleti vakcinánk lesz, mint nyugati. Itt sok milliós tételről beszélünk. Most akinek ez hiányzik, annak kétséges, hogy szabad nyara lehet-e. Bennem nincsen kétség a felől, hogy Magyarországon szabad nyár lesz, mert látom a számokat, látom a vakcinákat. Ha esetleg önt érdekli, ezt tudok is néhány szót mondani. Látom az újraindításnak az ütemezését, tehát én tudom, hogy szabad nyarunk lesz, úton vagyunk a szabadság felé, ahogy a brit miniszterelnök mondta, némi késéssel, de ez Magyarországra nézve is igaz. A többieknek azért nagyon meg kell birkózniuk azért, hogy jobb nyaruk legyen, mint a tavalyi volt. Április 19-én újra nyithatnak az iskolák, erről ugyancsak a miniszterelnök beszélt pénteki rádió interjújában. Orbán Viktor azt mondta, amint eléri itthon a 2,5 milliót a koronavírus ellen beoltottak száma, egy héten belül megnyílnak a bölcsödék, az óvodák és az iskolák, beleértve a középiskolákat is. Előtte azonban soron kívül önkéntes alapon regisztráció után beoltják a tanárokat. A kormány továbbra is számol az érettségik megtartásával, május elején az írásbeli, június elején pedig a szóbeli vizsgák zajlanak majd. A Nemzeti Pedagógus Kar már az oltási terv megjelenésekor jelezte, hogy az egészségügyi és szociális szféra dolgozói után célszerű lenne a tanárokat is beoltani. Azt az ellentmondást feloldani, hogy egyrészt a gyerekek ne jöjjenek iskába a biztonság miatt, másrészt kapják meg azt a tananyag felé fejlesztést, amire szükségük van, ez csak úgy lehet, hogyha az iskolába visszatérve biztonságos körülmények között tudjuk őket ellátni mindenféle értelemben. Ennek a feltétele az, hogy oltást kapjanak a pedagógusok, és hát később majd nyilván reméljük, hogy azok a diákok is, akik már elérik azt az életkort, megkaphatják az oltást. Szerencsére azt gondolom, hogy ez most meghallgatásra talált, a kormány is úgy döntött, hogy a pedagógusok, és nem csak a pedagógusok, hanem az iskolában dolgozó, összes alkalmazott, az óvodában dolgozó, összes alkalmazott is megkapja az oltást, így azt gondolom, hogy már elképzelhető az, hogy 19-én a nyitás az biztonságos lesz, és a gyerekek tényleg úgy tudnak iskolába jönni, hogy a pedagógusok nyugodtan tudják végezni a munkájukat. A köznevelésben 180 ezer pedagógus dolgozik, 55%-uk regisztrált az oltásra, közülük pedig 20 ezer pedagógus már korábban megkapta az oltást. Biztos vagyok benne, hogy azok, akik szeretnék megkapni az oltást, nagyon örültek ennek. Mi mindenkit arra buzdítunk a pedagógus kar honlapján keresztül, és azt gondolom, minden iskolába a vezetők a saját pedagógusaikat, hogy minél többen regisztráljanak, akik még nem regisztráltak. Akik március 24-ig ezt megtették, ők ezen a következő héten megkapják az oltást, az lakcímükhöz legközelebb eső oltóponton, akik pedig most regisztrálnak csak, hétfő éjfélig van erre lehetőség, ők pedig a húsvét utáni héten fogják megkapni, ezért aztán 19-én indulhat az iskola hagyományos, normális körülmények között. Tavaly biztonságos körülmények között bonyolították le az érettségit, ősszel a második hullám idején pedig a szóbelik is rendben lementek, most úgy tűnik normál menetrend körvonalazódik.
Hogyha a pedagógusok oltása megtörténik középiskolákban is, erre van ígéret, és ez szerint készülünk mi is, akkor egyik oldal, egyik részről, pedagógus részről az érettségiztetésnek már nincsen kizáró oka, meg lesz a megfelelő számú felügyelő tanár az érettségit, szerintem ilyen oldalról nyugodtan meg lehet rendezni, és egyelőre úgy is van a tervek szerint, hogy vajon május elején elkezdődik az írásbeli, június elején az emelt szintű szóbeli, és június közepétől a középszintű szóbeli vizsgák. Egyelőre úgy tűnik, hogy a tavalyi évhez képest változás, tavaly elmaradtak az előrehozott érettségig, nagyon sok diák készül ilyenre, úgy tűnik, hogy ez is megtartásra kerülhet, tehát nem fognak elmaradni az előtt érettségig. Nyilván lehetséges olyan vírushelyzet, hogy diákok egy része esetleg nem tud jönni, nekik ha az írásbelit nem tudják teljesíteni, akkor két szóbeli tétel húzásával lehetőség van az érettségit pótolni. Én remélem azt, hogy nagyon kevés diák lesz az, aki kimarad akármelyik részéből az érettségének, hiszen a kettő együtt alkotja azt a teljes egészt, ami alapján reálisan el lehet bírálni a tudásukat. Az érettségizőknek nagy segítséget jelent a felkészülésben, hogy a kis csoportos foglalkozások megtarthatók. Most vagyok végzés ugye a Révei Miklós gimnáziumban, eredetileg úgy indult, amikor bezárták az iskolákat, hogy csak online óráink voltak. Ez így végzősként nem volt annyira jó, de mióta engedélyezték, hogy ilyen kis csoportos órákra beérünk péntekenként, az nagyon sokat segít, főleg ilyen tantárgyakból, mint matematika, mert ott azért jobb látni, hogy a tanár mit magyaráz a táblán, mint hallgatni egy videóban. Szóval az nagyon sokat segít, de persze más tantárgyakban is jó együtt megbeszélni, tételeket írni közösen. Szóval mindenképp szinte nagyon sokat fog segíteni az érettségimben, hogy ezt megengedték. Hogy viselitek ezt a bizonytalanságot, hogy nem lehet tudni, hogy milyen lesz az érettségi, nem lehet tudni, hogy hogyan fogtok felvételizni, ez mennyire zűrös? Hát rossz, hogy körülbelül tudjuk, hogy utolsó pillanatban fogunk megtudni mindent, jó lenne már előre tudni a dolgokat, például szóbelivel kapcsolatban, vagy akár írásbeliről, hogy lesz. Tavaly és idén is az érettségizőknek a járvány miatt sok minden kimaradt az életükből, leginkább az osztálytársak hiányoznak. Beszélünk napi szinten, de persze nagyon hiányzik az, hogy kimaradt az évemből ez a végzős élmény, hogy rendes szallagolható, a ballagás is elég bizonytalan, meg így az utolsó éves élmények, utolsó osztály kirándulás együtt. Igazából ez így mind kimaradt sajnos. A mielőbbi nyitás miatt most a legfontosabb, hogy a pedagógusok minél előbb regisztráljanak és megkapják a védőoltást. Május 20-áig rendelkezhetnek a magánszemélyek a személyi jövedelemadó 1+1%-áról. A támogatott szervezeteknek nagy segítséget jelent minden adó forint. A felajánlásokat azok a civil szervezetek kaphatják, akik regisztráltak a NAV-nál, valamint a technikai számmal rendelkező vallási közösségeknek juttathatják el. A NAV honlapján valamennyi kezdeményezet megtalálható. Nyilatkozni legegyszerűbben ügyfélkapun keresztül lehet, de postai úton és személyesen is benyújtható a nyilatkozat az adóhivatalnál. A NAV oldalán, itt jobb oldalt lehet megtalálni, az SZIA 1+1% alatt egyrészt azt, hogy hogyan lehet rendelkezni az adóról, illetve hogy kik azok a civil kedvezményezettek, akikre támogatásokat lehet beadni. A webes felületen mutatja a NAV illetékese, hogy könnyen lekérdezhető mind a civil szervezetek, mind pedig a technikai számmal rendelkező vallási közösségek listája. Az SZIA 1+1%-ról május 20-áig lehet rendelkezni. Az adózók május 20-áig rendelkezhetnek a személyi adójuknak 1+1%-ával. Ezt legegyszerűbben úgy tudják megtenni, hogy a NAV-nak a bevallás webes felületén ugyanúgy megjelenik a nyilatkozási lehetőség. Ugye itt egy civil szervezetet választatnak, egy regisztrált civil szervezetet, illetve egy technikai azonosítóval rendelkező vallási közösséget, valamint a nemzeti tehetségprogramot. Ezt, mint említettem, május 20-áig tehetik meg. Hogyha valaki nem elektronikusan szeretné megtenni, ezt megteheti természetesen papíralapon is, akár a bevallás részeként, vagy pedig a bevallástól függetlenül egy külön adatlapon, akkor a 21 SZA adatlapot kell bejuttatnia a NAV-hoz. A szakember arra a kérdésre, hogy mi történik a fel nem ajánlott százalékokkal, azt mondta, a vallási közösségek számára szóló, formailag érvényes nyilatkozatot a NAV mindaddig automatikusan figyelembe veszi, amíg a felajánló újabb nyilatkozattal nem jelöl meg egy másik vallási közösséget, vagy a korábbi nyilatkozatát nem vonja vissza. A civil kezdeményezet és a kiemelt költségvetési előirányzat számára viszont továbbra is évente kell megtenni a felajánlást.
valaki korábban rendelkezett mondjuk egy vallási közösség felé egy érvényes nyilatkozatot tett le, akkor azt a NAV addig figyelembe veszi automatikusan, míg egy meg nem változtatja, megjelöl egy másik vallási közösséget, vagy azt a korábban megadott nyilatkozatot visszaadja, tehát ezt minden évben nem kell megtennie. Ettől függetlenül, illetve ez az automatizmus a civil kedvezményezettek esetében nem működik, tehát ott minden egyes évben meg kell adni, hogy ki az, akit támogatni szeretnénk. Hogyha ne adj Isten ez elmarad, akkor természetesen a központi költségvetést be fog befolyni ez az összeg. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a legtöbben gyerekek fejlődésére és gyógyítására, illetve állatmenhelyeknek szokták felajánlani a dolyuk 1%-át. Adolf von Schwarzenberg és Pálffy Miklós csapatai 1598. március 29-én foglalták vissza Győrvárát, amit még a 15 éves háború elején, 1594-ben szálltak meg az oszmán törökök. A szinte napra pontosan 423 éve történt diadalra minden évben szentmisével és tiszteletadással emlékeznek Győrben. Az idei 750-es ünnepi év kapcsán a város szeretett volna még méltóbb módon megemlékezni a hőstettről, de a járvány miatt csak szűk körben hajtanak majd fejet a hősök szobra előtt a Kossuth híd lábánál. Piros téglák és tábla jelzi az egykori fehérvári kapu helyét. 1598-ban ezt robbantották fel Pálffy seregei, és itt nyomultak be a várba, hogy 3,5 év után visszafoglalják azt a törököktől. 1598. márciusában Komáromban kidolgozták a haditervet, és ennek végrehajtására 1598. március 28-án, más források szerint március 27-én éjjel, tehát inkább maradjunk a március 28-án, 29-e virradóra történt ez a hadi esemény. Tehát az éjleple alatt, az említett éjjelen, meglepték a győri várat, meglepetésszerűen ide érkeztek a fehérvári kapuhoz, azt a már kipróbált, tatán kipróbált petárdával berobbantották, és ezt követően Schwarzenberg gyalogosai valamennyi bástyát elfoglaltak. A hőstett emlékére már 1599-ben szentmisével egybekötött diadalmenetet tartottak, amit 10 éve újra minden évben megrendeznek, ahol a két hős kapitány képével vonuló menet koszorút helyez el a szobor előtt. Idén a pandémia miatt a közös ünneplés elmarad. Idén ugye a városunk 750 éves, ez egy nagy jubileum, én még emlékszem, vagyok olyan öreg a 700-asra is, és időnként behibázom, de ez egy csodálatos emléknap lett volna. Felkértük dr. Dési Csaba professzor urat, polgármester urat, hogy mondjon ünnepi beszédet, elvállalta, de hát sajnos ugye a járvány közbeszólt, és ugye nem lehet gyűléseket, megemlékezéseket, tehát közösen nem tudunk ünnepeni, tartani, úgyhogy hát sajnos most csak úgy fog lezajlani, hogy szentmise van, az egyház nem tiltja meg senkinek, hogy részt vegyen a szentmisén, mi nem hirdetjük külön meg, hogy megemlékezés, mert nem akarunk a jogszabályokkal szembe menni, és ketten a férjemmel, tehát a törzskapitány úrral, és én, mint a Győr-Moson-Sopron megye történelmi vitézrend Győr-Moson-Sopron megyei székkapitánya, ketten koszorozunk. Győr visszavétele fényes győzelem volt, hiszen első ízben sikerült a várat visszafoglalni a törököktől. A diadalt nem csak Magyarországon, hanem egész Európában ünnepelték. De nekünk az 1598 tényleg azért fontos, mert onnantól mondhatjuk el magunkról, hogy mi vagyunk a kereszténység védőbástyája. Úgy köszönte ezt meg nekünk Európa, polgármester úr egyébként ki is ment egy nagy stábból, és rengeteg úgynevezett Rábert-Kreutzot, tehát Győr keresztet talált és kutatott fel. Mi ezzel tulajdonképpen török, illetve oszmán mentessé tettük ezt a vidéket, ugye ez a 15 éves háború keretein belül volt. A Kossuth híd lábánál álló szoborkompozíció, a vaskakasos kút és a fehérvári kapu emlékhelye őrzi a diadal méltó emlékét. Vasárnap 1 órával kevesebbet alhatunk, hajnali 2-kor ugyanis 3-ra kell előreállítani az órákat. Ez a nyári időszámítás kezdete. Az unió döntése szerint idén minden országnak véglegesen be kell állnia a téli vagy a nyári időszámításra. Több óra átállítás elvileg már nem lesz. Magyarország még nem döntött, így vasárnap újra tekerni kell a mutatókon, ami az órásoknak plusz munkát jelent.
a legtöbb ember pedig nem is szereti. A híradónknak nyilatkozó orvos szerint a szervezetet is megterheli az óraátállítás. Ehhez a fali órához még létrára kellett állni és kézzel előre állítani az időt, ahogy ezen a karórán is emberi erőfeszítést igényelt a mutatók átállítása. Ennek az órának a mutatói azonban már egy telefonos alkalmazás segítségével forognak, hogy megtalálják a pontos időt. Holnap után, azaz vasárnap kell hajnali 2 óráról hajnali 3-ra előre állítani az órákat. Ez ugyanis a nyári időszámítás kezdete. Ez ebben az órás szaküzletben is némi plusz munkát jelent a tulajdonosoknak. Nálunk itt bent mindegyik óra a téli időszámításra van állítva. Ami szembe jön kint az utcán és a hitelesség miatt is, azt mindegyiket a pontos mostani időre állítjuk. Úgyhogy tulajdonképpen, hogyha a feladat nagyságát nézzük, az fél napon belül jelenleg végrehajtható. Sokkal nagyobb feladat például átállítani bizonyos műszereknek az óráit. Bálint Péter azt mondja, már megszokták, hogy évente 2-szer tekerni kell a mutatókon. Az Európai Unió döntése alapján viszont idén minden országnak véglegesen be kell állnia a téli vagy a nyári időszámításra. Ezután több óra átállítás már nem lesz. Az órás szakember azt mondja, akármi lesz a döntés, ők alkalmazkodnak. Szerintem minden megszokható. Nincsen... Szóval ebben élünk egy ideje, sőt, mi ebbe is születtünk, úgy igazán minden változást lehet támogatni, hogyha annak tényleg pozitív hatásai vannak, így nincsen, úgy igazán asszimilálódunk a dologhoz, hogyha kell, hogyha ezt meg kell lépni, hogy oké, akkor mostantól nincs óráátállítás, akkor az egy jó dolog lehet ugyanúgy, mint rossz, de majd kiderül, mert... Én ezt azért érzem a halogatását a nagy szervek részéről, mert tényleg nagyon-nagyon sok mindent érint. Szóval a technológiától kezdve nagyon sok mindent szinkronizál eszerint az ember. És itt a legkisebb, amit érint, az, hogy elvesznek tőlünk egy órát, amikor alhatunk, vagy nem. A világon elsőként az Egyesült Államok vezette be a nyári időszámítást még 1916-ban, ezután számos ország döntött így, beleértve hazánkat. A nyári időszámítást az Európai Unió 1997-ben szabályozta és egységesítette. Az általunk megkérdezett győriek ezt támogatnák, és nem örülnek az évi 2-szeri átállításnak. Én jobb szeretem a nyári időszámítást, de nem örülök az állításoknak. Azt ígérték, már nem lesz több óraállítás. Nem örülök neki, és szeretném már, ha az óraállításnak vége lenne egyszer és mindenkorra. Rossz megszokni különben. Én benn vagyok a korban, nem zavar különben, úgy nem zökkent ki, mert nem járok már munkába, meg ilyenek, de elég volt belőle. Jó lenne, ha befejeznék, és eldöntenék, melyik zónát válasszuk, és ennyi. Nem örülök neki, én nem szeretem az óraátállítást. Szeretném, hogyha állandó időbe lehette. Tehát vagy a téli, vagy a nyári időszámítás szerint lenne. Melyiket preferálja ön egyébként? A nyárit. Miért? Mert akkor hosszabbak a nappalok. Hamarabb, sok nyáron hosszabb ideig lehet majd kint lenni a szabadba. 9 órakor még világos van. Sokan úgy gondolják, mivel később sötétedik, az irodákban és gyárakban dolgozók tovább élvezhetik a természetes fényt, valamint ez a szabadban végzett munkáknak is kedvez. Dr. Schmidt Péter gyermekházi orvos szerint azonban sokak szervezete nehezen alkalmazkodik az új körülményekhez. Az az egy óra, amit tulajdonképpen elveszik az életünkből, a órátás követő napokban azért számos kellemetlenséggel jár. Tapasztalatom szerint általában ezekben az órátás követő napokban sajnos több szokott tenni a közlekedési baleset is. A migrénesek panaszkodnak arról, hogy nehezebben tudják elviselni a panaszaikat. Javasoljuk, hogy mindenképpen redőnyöket lehozni, nagyon sok folyaték, és pihenjenek. Magyarország még nem döntött, hogy a téli vagy a nyári időszámítás lehet-e a végleges. Ha az utóbbi mellett döntenek, úgy többé nem kell majd az óramutatókon tekerni. Újabb névos programmal bővül a Győr Plusz televízió repertoárja. Március 29-e hétfőtől ugyanis a Győri Balett társulata és csatornánk képernyőjére kerül. A Balett hétfő nevet viselő kezdeményezés nagy sikert arat a különböző online felületeken. Jövő héttől pedig minden hétfőn este 19 óra 25 perctől a Győr Pluszon is látható lesz. A műsor betekintést enged a kulisszák mögé, virtuálisan egy-egy darab próbáján, balett gyakorlatokon is részt vehet a néző. Ha hétfő, akkor balett.
Ez most már a Győr Plusz televízióra is elmondható, hiszen a város szeretett társulata hétfőnként a csatornánkra költözik. A balett hétfő eddig az online térben volt elérhető, jövő héttől azonban a hét első napján az este 7 órás híradót követően a Győr Plusz TV-ben is látható lesz. A műsor ötlete Velekei Lászlótól, a társulat igazgatójától származik, a cél pedig a kapcsolattartás a közönséggel ezekben a nehéz időkben. Velekei László igazgató úrnak jött az az ötlete, hogy a balett hétfőkkel kapcsolatot tudjunk tartani a nézőinkkel úgy is, hogy most a színházban nem tudunk személyesen találkozni. Elsődleges cél ez volt, hogy megmutassuk, hogy milyenek a mindennapjaink, hogyan készülünk egy online előadásra, próbák, balettgyakorlatok mentén. A hosszú távú cél pedig az volt ezzel, hogy szeretnénk majd a balett hétfőt bérletes előadásként értékesíteni a 2022-es évben. Jelenetek a színpad mellől, onnan, ahonnan csak a művészek és a színházi dolgozók láthatják a darabokat. A táncosok és az alkotók szemszögéből ismerhetik meg a nézők a győri balett tevékenységét. A balett hétfő ebből adódóan az online térben eddig nagy népszerűségnek örvendett, eddig 4 adás készült el összesen. Eddig 4 rész készült el, 3 olyan rész, amiben balettgyakorlatot, próbákat mutattunk meg, és az előadásra készültünk. A 4. rész egy ilyen külön kiadás volt a Zsizel előadásunkhoz. Nagyon nagy sikere van szerencsére a YouTube csatornánkon is, és hát nagyon örülnek a nézők, hogy így jobban megismerhetik a táncosainkat is. A győri balett kereste meg a Győr Plusz televíziót azzal, hogy mi lenne, ha a televízión keresztül még több győrihez juttathatnák el a társulat életét bemutató kisfilmeket. Erre a felkérésre természetesen nem lehetett nemet mondani. Nagyon örültünk, hogy a Győr Plusz TV is átveszi az adásainkat. Ez egy óriási visszajelzés nekünk, és szerintem nagyon jó kapcsolatot tudunk így is teremteni, mind a Győr Plusz TV-vel, mind pedig a nézőinkkel. Az első rész március 29-én hétfőn az este 7 órás híradó után kezdődik, és az azt követő 3 hétben újabb 3 epizódot láthatnak a kedves nézők. Ismét nívós programmal bővül tehát a Győr Plusz televízió repertoárja. Ha hétfő, akkor balett hétfő a Győr Pluszon is. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb, március 29-én hétfőn este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.